A magyar és az európai keresztény hagyományban az egész ünnepkör alatt nagy jelentőséget kapnak a különböző ételek. Városunkban még mindig a hagyományos sonka-tojás párosítás a legnépszerűbb, de van, aki a töltött káposztától a mákos beiglig mindent elkészít. Sült tyúk, töltött káposzta és egyéb ilyen apróság. Mákos beigli, diós beigli. Hát a hagyományos sonka-tojás, illetve nagypénteken spenóttükörtojással. Főtt sonka, meg a főtt tojás, meg zöld hagyma. Hagyományos dolgok, főtt sonka, főtt kolbász, tojás, ugye a zöldségköret hozzá, sárga túró. Húsvét az azt megelőző időszak Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott 40 napos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában húshagyó táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst enni. A magyarországi katolikusok sok helyen valóban betartották a böjtöt. Az elmúlt évszázadban azonban a hivatalos enyhítések következtében a nagy hétre, illetve a nagypéntekre korlátozódott az időtartam.